Nagy bőjt a jezsuitákkal. Lehet úgy böjtölni, hogy kevesebbet eszünk, kevesebbet nézünk tévét, vagy internetet, vagy valami, ami túlzott az életünkben, abból visszafogunk, beszédből is lehet például, de lehet böjtölni úgy, hogy az ember jót cselekszik, figyelmesebben és többször, vagy többet imádkozik. Hát, hogy hogyan is tudunk imádkozni. Nagyon sokféle ima van. Ima fajta, ima módszer. És ez felszabadító, hogyha az ember rátalál arra az imára, ami neki segít személyesen. Van, aki a szentírással tud jól imádkozni, zsolozsmázással. Van, aki az oltári szentség előtt tud imádni, jelen lenni. Van, aki a természetben. Először arra figyeltem föl, a katolikus egyház katechizmusában talán damaszkosszi Szent Jánost idézték, hogy ima minden, ami a szívünket és a lelkünket Istenhez emeli. És ez egy elég jó tág megfogalmazás, amiben sok minden belefér, még esetleg egy gyönyörű barok zene is. Ami fölemeli a szívünket. Nos, tehát én arra szeretném biztatni a katolikusokat, meg a minden jó akaratú embert, hogy próbáljan rátalálni az ő imájára. Onnan tudjuk, hogy a mi imánk, hogyha szívesen végezzük, nem kötelességből. Jó, néha tényleg nem szabad ellustulni, és erőt kell venni magunkon, elmenni a templomba, és megtenni bizonyos dolgokat, elvégezni. Igen, fontos a kötelesség. De hosszú távon az a szerencsés, hogyha olyan imamódra találok rá, amit szívesen végzek. Most, hogy a Gedeon Mihály testvért eltemettük, ő egy olyan szentember volt, akinek jó volt a jelenlétében lenni és nem kellett magamat nagyon produkálni, meg igazolni, hogy én milyen nagyszerű ember és keresztény vagyok, hanem ő elfogadott, és jó volt a jelenlétében lenni, ezt lehetett érezni. Na most hát remélhetjük, hogy a jó Isten szeret minket feltétel nélkül, és ha igazán jó a kapcsolatunk, akkor jó a jelenlétében lenni, jó vele lenni. Mert az imádság az tulajdonképpen kapcsolat, kommunikáció Istennel, Valahogy tudatosítani azt, hogy ő jelen van. Ő mindig jelen van, csak mi ezt nem érzékeljük, vagy nem figyelünk rá. És számomra az világosodott ki így 60 évesen, hogy nekem az a megváltó igém, hogy Isten feltétel nélkül szeret mindenkit, engem is. Ebben a szerető tekintetben lenni, ez, ez jó. Ez föltölt, ez élettel tölt el ez jó. Szent atyánk alap eszméjét megfogadva, hogy keresni és megtalálni Istent mindenben, akkor ezt az én személyemre lebontva úgy tudom megtalálni, hogy egy szép fára nézve, például dobogókön a lelki gyakorlatos szobából van egy szép tölgyfa, amit nagyon szeretek szemlélni. Egyrészt eszembe juttatja a gyermekkoromat, bükszéket, az erdőt, és ezt szeretem szemlélni. Valahogy ezen keresztül ennek a jó jelenlétnek örülni, ezt befogadni, mert minden, ami szép és jó, az a jó Istentől van valamilyen formában. Én olyan típus vagyok, hogy rájöttem, hogy én szeretem a csendet. Nekem ez az imamód, hogy csöndben imádkozom a szobámban, és szemlélem ezt a tölgyfát, és akkor hagyom, hogy ez a jelenlét úgy belém áramoljon, vagy hason rám, ilyen módon tudok jelen lenni, Isten jelenlétében lenni, és valahogy kommunikálni vele. Sokszor elhangzik a kérdés, hogy hát én imádkozom, de Isten hogy válaszol? Hát legtöbbször nem kifejezett hangos szóval, mint Szent Pálnak, vagy egy-két szentnek, hanem például válaszolhat úgy, hogy az ima közben kapok egy szép képet. Erre is tudok egy konkrét példát mondani. Pár évvel ezelőtt szintén dobókön lelki gyakorlatoztam, és akkor kaptam egy nagyon szép képet az egyik imában, ami azóta is velem van és éltet, hogy az imában térdeltem a feszület alatt, és fölnéztem Jézusra, ott volt a kereszten, de valahogy rám nézett, nem mondott semmit, de rám nézett, és barna szeme volt, még arra is emlékszem, és abból a tekintetből áradt ez a szeretet, ez az elfogadás. És nem vádolt, hogy én miattam is ott van a keresztén, de én ezt éreztem minden esetre. De ennek ellenére nem ítélt el, nem vádolt, hanem csak az elfogadó szerető tekintet. Ez, ez olyan szép, ezt azóta is őrzöm így lelki gyakorlatos gyümölcsként. Aztán szólhat a jó Isten hozzánk, még az álmokon keresztül is. És a lelki gyakorlatban, meg a elcsendesedésben ez is elő szokott fordulni, velem is előfordult. Nem minden álom, de lehet a jó Istentől jövő üzenet egy álom. Ezt aztán az ember később az életében láthatja, hogy ez, ez tényleg hiteles istentől jövő üzenet volt. Nekem is van olyan álmom, ami 25-30 éve velem van, és azóta is éltet. Ha az én imámat tudom imádkozni, és úgy jelen lenni Isten jelenlétében, akkor ennek vannak hatásai. Nem biztos, hogy azonnal, de hosszú távon ez a úgynevezett vigasz, amit Szent Ignáczatjánk mond, hogy növekszik bennem a remény, az öröm. Ebből lehet fölismerni, hogy Istentől jövő szép gyümölcsöket kapunk az imában, hogy szívesen imádkozom, szívesen vagyok az ő jelenlétében, és akkor így megerősít valamilyen úton, módon, képeken, vagy akár egy szentírási részén, ami most különösen szíven üt, ha bár már ezerszer hallottam, ilyen is volt a lelki gyakorlatomon, például, hogy te vagy az én szeretett fiam. Sose gondoltam arra, hogy ez nekem is szó személyesen. A lényeg az, hogy találjuk meg azt a személyes imamódot a sok közül, ami engem tényleg segít az Istennel való kapcsolatban és kommunikációban és akkor ezt az imát szívesen végzem, nem megszokásból és nem kötelességből, csupán, mert rájövök, hogy ez tulajdonképpen nekem jó. És még azt is szeretném hozzátenni, hogy nem én találtam ki, de rádöbbentem ennek az igazságára, hogy az imát tulajdonképpen nem mi végezzük, vagy nem mi csináljuk. Jelen kell lennünk, és időt, meg figyelmet szánni Istenre, ez igaz. De tulajdonképpen ő teszi a fontosat. Ő közli magát, érezhetjük a jelenlétét, ha tényleg tudunk jól figyelni, mert ez is felszabadíthat minket egy olyan torz, ima elképzelés alól, hogy nekem azt vérrel, verejtékkel, önmagamat korbásoval ki kell izzadnom és erőltetnem. De általában ne legyen kényszerű kötelesség, hanem szívesen végezzem, szívesen töltsek időt a jelenlétében. És a tényleg emberek között is van ilyen, akinek szívesen vagyok a jelenlétében, szívesen vagyok vele együtt, és lehetek saját magam, akkor az Isten még inkább ilyen, és ha erre rádöbbennek, akkor szívesen imádkozom vele, és töltök vele. Még több időt.